Jó napot kívánok! Folytatom az Asztrológia titkai című sorozatomnak ennek a részének a folytatását, elnézést. Korábbiakban tehát a Vénusznak tehát ott hagytam abba, hogy a Vénusznak az együttállása ezzel a bűvös égalja ponttal, a négyes ház csúcsával, hogy körülbelül mit jelez, milyen karmikus determinációkat, meghatározódásokat jelezhet a horoszkópban. Na most ezzel kapcsolatban, de a korábbi elmondottakkal is, tehát a holddal, meg a napnál elmondottakkal kapcsolatban azt akarom mondani, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy most már arról van szó, hogyha ott találunk egy bolygót, a négyes ház csúcsán, föltétlenül az illető embernél ezeket, amiket én elmondtam, ezeket a úgymond negatív magatartásokat, negatív késztetéseket egy az egybe és grosso modo, tehát vastagon és durván fogjuk észlelni és látni. Szó nincs erről. Tehát ez csak egy segítség, amit én mondok, tehát egy árnyalat, tehát hogy megtalálni azt a nagyon-nagyon finom és nagyon-nagyon alig észrevehető, és a személy számára főként akiről szó van, legtöbb esetben abszolút nem észlelhető negatív belső gondolkozási, nem is gondolkozási, hanem a képzeletében jönnek ezek a sugallatok, ezek a negatív képek, képzetek, amelyek következtében aztán így kezd gondolkozni, illetve így fog bizonyos helyzetekben gondolkozni, és így fog érezni, és ezek a félelmei lesznek, a nap esetében például az, hogy neki elveszi valaki a személyiségét, az öntudatát, eltiporja, elveszik a jogait, mit tudom én, személyiség zavarokat akarnak benne kelteni, és közben pont ennek az állandó félelmének és görcseinek úgymond a jelenléte az, amelyik utal arra, hogy tényleg azzal gond lenne, tehát meg kell keresnie magának azt, hogy ő kicsoda, micsoda. Én a legtöbb esetben amolyan favágó asztrológus módra mindenkinek azt ajánlom, hogy menjenek el védőfelszerelés nélküli harcművészeteket gyakorolni. Persze ezt nem mindenki tudja megcsinálni, de van, aki nagyon-nagyon elégedett, és mind önmagával, mind gyermekeivel például. Van Erdélyben egy orvosnő ismerősöm, barátom, aki elment karatezni, és gyermeke is azt csinálják, és így tovább, sőt, aztán a lányai még hokizni is elmentek amellett, annyira felbátortak, annyira, és nagyon-nagyon lazák, nagyon nyugodtak, nagyon magabiztosak, és így tovább. Tehát nekik ilyen személyiség problémája, hogy kicsodák, micsodák, és micsodák nem lesz az biztos az életben. Na, tehát a lényeg az, hogy nem fogjuk senkinél megtalálni azt ilyen durván, hogy én elmondtam, hogy most ekkora nagy személyiség problémák legyenek, vagy a hold esetében, hogy most már tényleg mindenáron ki akarná cserélni a gyermekeit, illetve elégedetlen lenne a gyermekeivel, vagy pont fordítva, azokat isteníteni, ajnározná, és így tovább. De belül gondolatban, képzeletben, legtitkosabb reflexeiben magának ilyen szempontból állandóan megbocsájt, elnézi magának ezeket a belső késztetéseit, és így tovább ezekre a negatív, úgymond gondolkozásra, illetve belső mentalitásra vonatkozó negatív késztetéseit el fogja nézni magának, és ott babrál ki magával, mert a karmát nem tudja oldani, és akkor milyen az olyan embernek a mágiája, mert azzal kell számolni, az ott van. A teremtő, a létezés, az egyetemes létezéssel egységben vagyunk, így is, úgy is, úgymond legtisztább lényegünk szerint azonosak vagyunk vele, tehát a legtávolibb, legfelérhetetlenebb öntudatunkkal és egyáltalán létérzékelésünkkel azonosak vagyunk vele. Ezt most nem akarok erre külön rátérni, majd a Plutónál még egy kicsit esetleg árnyalom ezt a képet, képzetet. De ennek köszönhetően, úgy, ahogy a Biblia is mondja, hogy az Isten megteremtette az embert az ő képére és hasonlatosságára, most nem azt jelenti, hogy úgy nézünk ki, mint az Isten, mert az Isten nem néz ki sehogy. Mert az Isten nem materiális valami, az nem néz ki, legalábbis a mi képzeteink azok messze távol estek attól, hogy ott mi lehet és milyen lehet.
De érzékelni lehet, amit mondtam, a meditációban azt lehet érzékelni, hogy ez egy nagy, hatalmas, határtalan, végeérhetetlen boldogság. Többek között. De más is. Na, a lényeg az az, hogy a mágia, a teremtő képesség ott van bennünk, tehát az, hogy a képzeletünk, illetve még a képzeletünken is túli képességeink, készítetéseink, van bennünk egy ilyen mágikus erő és hatalom, és ez teremt. Na most, hogyha az embernek a karmája szerint jár, az esze és a gondolkozás és az érzelmi világ, akkor azt szerint fog teremteni, és akkor ilyen is ez a világ, tehát egymásnak ilyen, nem a természeti világot, azt nem mi teremtjük, de az emberi világot úgymond, az olyan is nem, azt mi teremtjük, és nagyjából olyan, meg kell nézni, kinek milyen környezetben van, és hova került ma a világ ezzel a Covid-terrorból átkerült, hogy a gazdagok, mit tudom én, milyen szövetsége, aminek ez a Klaus Schwab is a elnöke és alapítója, stb., hogy képzelik el, hogy mi ilyen kicsi idióta figuraként ilyen csippeket ültetnek az agyunkba, és így fogunk működni, stb. Meg hogy ne legyen nekünk pénzünk, hogy ne legyen nekünk vagyonunk, ne legyenek vagyontárgyaink, és ne, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha irányíthatóak vagyunk, és kiszolgáltatottak, és így tovább. Na most ez nem fog bejönni nekik, mert az isteni terv nem erről szól, de ez mindegy, a lényeg az tehát, hogy az embernek a mágiája, és ez a Klaus Schwabék, meg a többi, hogy mondjam, agyalágyult, a Bill Gates, meg ezek a nagy gazdagok, meg a Soros György, stb., ezek nem számolnak ezzel az egy dologgal, hogy az embernek ott van a képzelet világában az ő kreativitása, az ő teremtő potencialitása, mágikus képessége, amely ha kell, ha tud róla, ha tetszik neki, ha nem, úgyis működik. És úgyis olyan lesz a világ, amilyennek elképzeltük. Például a mai világ olyan, amilyennek majd, hogy nem olyan, legalábbis a nyugati világ, amilyennek Hollywood beállította évtizedeken keresztül, ugye? Én emlékszem, kamaszként mentem a Marosvásárhelyi Arta moziba, de utána is még a televízióban itt, hogy teli és teli volt ilyen, ezért katasztrófa filmekkel, és azok voltak a legnézettebbek és legkeresetettebbek annak idején Hollywoodnak a nagy szélesvászló, úgymond katasztrófa filmjei. Még volt egy-két történelmi film, meg volt egy-két szerelmi dráma is, meg mit tudom én, milyen szerelmi történet, ugye a Love Story, stb., de a legtöbb azért valamilyen vagy vírusok, vagy pókok, vagy mit tudom én, kik lepték el a Földet, vagy elmentek valami idegen planétára, és ott találkoztak a szörnyekkel, vagy mit tudom én, valami földcsuszamlás történt valahol ott, mit tudom én, a keleti partokon, stb., és ez az embereknek úgy, nem csak az amerikaiak nézték ezt, hanem szétterjedt legalábbis a nyugati világba, ugye, de keleti világba is. És ezzel megtelt, ezzel a sok katasztrófa képzettel, megtelt az emberek tudattalanja, utána a fiatalok kezdték nézni a horrorokat, mert már nem volt elég a katasztrófa film, és akkor a sok imagináció tudattalan képzelet világba ma megjelent, és ott van a világban. Na, többek között erről is van szó, meg a tudománynak az árulásáról. De nem erről szól ez a mai felvétel, vagyis a tudósoknak, kérem szépen, és főleg az biológusoknak és az orvosoknak, orvostudósoknak, vagy hogy mondjam, kérem, azzal etetik még máig az emberiséget azzal, amit Pasteur, a buta, a lineáris, mert nem is volt orvos, hanem állatorvosi logikával kieszelt, hogy korokozók okozzák a betegséget, és ezt ő visszavonta, volt vele szembe egy másik orvos, aki szembe helyezkedett már akkor ezen a nézettel. Tessék megnézni a Lenkei Gábor doktor ide vonatkozó videóit, ugye, de el lehet olvasni bárhol ezt a történetet, tehát Pasteur visszavonta ezt a korokozó elméletet, na még máig nyomják ezt a hülyeséget, és akkor erre alapoztak mindent, és ahelyett, hogy arra beszéltek volna az emberiségnek, hogyha el is rontottátuk, vagy tudósok, vagy kicsodák, de az biztos, hogy nagyjából most már kiderült, hogy a tudósok is belematadtak a természet világába, és úgy állt elő ez a Covid. Kérem, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy emberek, nyomjátok a zöldséget és a vitamindús gyümölcsöt magatokba, és lehetőleg nyersen táplálkozzatok, és sportoljatok, stb. És úgy kell győzni a Covidot, nem
bele fektetni egy csomó állami pénzt, tehát az adózók pénzét a zsíkbe, a vakcinákba, és azt erőltetni erőszakosan, ha kell, hanem annak ellenére is, hogy kiderült, hogy ez egy elhamarkodott vakcina gyártás, ami történik, és egy csomó ember belehalt a vakcinázott állapotában, stb. Tehát ez is hozzájárul, tehát a tudósoknak az árulása, mert őket az érdekli, hogy pénzt kapjanak, és akkor fenntartanak olyan eszméket a tudomány világából, amelyeket a tudomány már rég lesöpört az asztalról, már rég meghaladott, de még mindig előállnak, hát itt Magyarországon is, itt a rektorok, meg mit tudom én, milyen egyetemnek a vezetői, akik mit tudom én, milyen doktori és egyetemi tanári, és mit tudom én, milyen kutatói címeik vannak, és még nyomták ezt a hazugságot tovább, és még beálltak a kormány mellé ilyen propagandával. Na, mindegy. Tehát világszerte is van. Ez ugye folyik, mert az nagyon picunka, alig egy kis jelentékeny dolog, hogy Magyarországon is ez történt, hogy ez csak nekünk fáj, de egész globális világ ettől szenvedett, mondom, a tudósoknak, az írástudóknak az árulásától, ahogy szokták mondani. Ennek is köszönhetően, de ez nem, tessék elhinni nekem, hogy nem akkora súlyú a tudósoknak és az írástudóknak az árulása ebben a monstrózus játszmában és játékban, hogy most megint kezd visszajönni a Covid. Ahelyett, hogy erőltették volna, és nyomták volna ezt az oltásokat, ahelyett kérem szépen, mert most már Magyarország egy ilyen, tényleg egy ilyen helyzetben van, azzal a pénzzel, amivel azt a rengeteg vakcinát is, mit tudom én, mint megvásároltak, vették volna állami tulajdonba a béres céget, a béres cseppek gyártását. Például, mert nem mondom, hogy ez lett volna a teljes megoldás, de ez is például, és azt adtak volna a népnek, nem ezért, vagy akár injekcióformájában, akár mit tudom, én soha nem használtam, de lenyelhető cseppek formájában, ahogy tetszik. Tehát az sokkal értelmesebb befektetés lett volna, és sokkal normálisabb, mint a vakcinának az erőltetés, amivel hát kimondtatták, hogy nem lehet tudni, hogy miket nyomtak szegény embereknek a szervezetébe belé. Aki megúszta és jól érzi magát 3-4 vakcina után is, az hát a többség azzal nincs probléma, de van a nem többség, viszont akik, hogy mondjam, károsult és szenvedő alanyai és halottjai már rég ennek a tudósi árulásnak, ugye, és hogy a buta politikusok erre, úgymond ezt bevették, illetve kihasználták az okosabbja és a szemfülesebbje, és akkor már diktatúrákat akartak erre alapítani, és meg is indult már valami, de nem tudom, ebben nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy ez nem akkora, tehát ez nem akkora, nincs akkora hozadéka ennek a Covid őrületnek az előállásába és a tovább terjedésével, mint Hollywoodnak a katasztrófa filmek gyártásának. Tessék elhinni nekem, hogy az fertőzte be az emberek imaginációját és a sok horror, amit aztán interneten terjedt, és már nem is nagyon létezik olyan volt fiatal és fiatal, aki nem nézett volna horrort, ugye, már azt mondják, hogy ez normális, természetes, holott nem az, és be van fertőzve az imaginációja egy csomó embernek, az emberek többségének, akik internetet vagy tévét néztek, vagy moziba jártak, kérem szépen, és az, ami létrehozta ezt a mai világot. Na, de erről előre szaladtam, a Neptunusnál meg az Uranusnál kellett volna beszéljek, most egyelőre maradjunk ott, nem tudom, hogy miért jött ez így be nekem, hogy erről beszéljek. Tehát a Vénusznál még elmaradt egy olyan aspektus, hogy de ez a negatív Vénuszhoz is tartozik, már mondtam, tehát nem feltétlenül csak a négyes ház csúcsával együtt álló Vénusznál van ez meg, hanem egy teljesen negatívan fényszögelt Vénusznál is, vagy ha a Vénusz egy ilyen T-kvadrát nevű karmikus alakzat csúcsára kerül, tehát két kvadrát és egy átfogóként, egy befogó és átfogó, ugye, egy 180, hogy mondjam, tehát egy szembenállás és két kvadrátból alkotott derékszögű egyenlő szárú háromszög.
és így tovább. Tehát ilyen alakzatnál is, illetve, hogyha valakinek a bikába, vagy a sárkány farka, vagy a lirikje a bikába, vagy a Vénusz, szintén Vénusz által uralt mérlegben áll, azok szintén hajlamosak lesznek ezekre, amiket elmondtam a Vénusznál, tessék esetleg újra hallgatni, és amit még elfelejtettem ott elmondani, tehát az, hogy összetévesztik az igazi, tényleges, ős eredeti boldogságot, az abszolút boldogságot a testi élvezetekkel, mert a Vénusz az érzékszerveknek az uralkodója, hogy úgy mondjam, bolygóként, és ezt kellene harmóniába hozni, ugye, a pozitív Vénusz esetében. Tehát az embernek az érzékszervei azért vannak, hogy annak segítségével kénytelen legyen, tehát hogy ott pozitív információkat is kapnak, tehát ott van az ízlelő szervünk, és akkor nagyon finom ízeket tudunk megkülönböztetni, és akkor inkább azt ennénk, tehát az ízletes gyümölcsököt, zöldségeket. Sajnos aztán a húst is, főleg a pirított, a sült húst, ugye az aztán annál nincs finomabb a világon, én azt tudom, de nem eszem tudatosan, és így tovább. Tehát amikor is összetévesztjük, tehát vagy a szépnek a látványa, vagy a szexuális élvezet, vagy másfajta boldogság élmény, de ez nem boldogság, hanem csak azt hiszük mi, hogy boldogság, ezek mulandó érzések, boldogságot, mulandó boldogságot, vagy mulandó élvezetet okozó érzések. Na most, amikor úgy érzi az ember, hogy veszik el ez neki, tehát vagy nem tudja elérni, nem tud hozzáférni, akkor is agresszív lesz, akkor is, hogyha ezt úgy érzi, hogy ezt veszíti el, és akkor is, hogyha utólag, tehát elveszítette, és még mindig ott vannak benne a neheztelések, tehát nem félelem már, hanem egyszerűen tényekkel áll szembe, hogy kész, elvesztettem ezt a, mit tudom én, egy gyönyörű szép feleséget, egy gyönyörű szép férjet, mert ilyen is van, vagy mit tudom, egy jól kinéző, vagy egy jól kereső, vagy egy kedves férjet, vagy így tovább. Elveszítettem tehát a boldogság forrásomat, és akkor agresszív leszek, illetve depressziós, illetve szomorú, illetve bánatos, és így tovább. Van is egy ilyen népdal, ugye, hogy kincsben nagyobb kincs nincs, mint akinek szíve bánata nincsen, bánatban nincsen nincs. Na, tehát ezt felejtettem elmondani, hogy van egy ilyen aspektusa is a Vénusznak, és az egész, hogy mondjam, boldogság élményünknek, az egész életünket végül is átszövi ez az alap törekvés a boldogságra, hiszen emlékezik valahol a mély tudattalanunk arra, hogy onnan jöttünk, és tudja az, hogy oda kellene visszaérkezzünk, azt nem tudja viszont, hogy egy magasabb fejlődési fokon, ugye, és az egész életünk arról szól, hogy ezt a magasabb fejlődési spirituális szintet elérjük, de nem a Vénusz által jelzett boldogságok, hanem a Plutó által jelzett boldogságok állapotában, illetve már a Neptunusz által jelzett szeretet állapota is egy boldogság élménnyel tölti el az embert. Na, tehát ez van, a Vénusznál van egy ilyen aspektus is, hogy amiatti bánat, vagy agresszió, mert mindegy, a szomorúság, a bánat az úgyis agresszió, végül is, mint a félelem. Na most a probléma az, amikor az ettől való félelem miatt cselekszik az ember, akkor rontja el az életét. És nagyon sokan így rontjuk el az életünket, ugye elrontottuk sokszor, én is már próbáltam helyrehozni, és ebben vagyok folyamatosan, ugye, és a tudatosságom segít azban valamennyire, hogy ezt helyre tudjam hozni, tehát, hogy másképp viselkedek, másképp viszonyulok, és másképp képzelgek. Tehát a hollywoodi szörnyűségeket nem engedem, tehát arra való a Szaturnusz, majd beszélek róla, hogy lehetőleg leállítom, észreveszem, hogy amikor negatívan képzelgek valamiről, az én életemmel kapcsolatban, hogy jön, mit tudom én, milyen vírus, jön, nem tudom, milyen bogár, nem tudom, milyen darázs, mert mostanában azok is támadnak, stb., hogy az most elveszi az én életemet, vagy a gyermekeimnek az életét, vagy mit tudom én. Ezt nem engedem meg magamnak, ezeket a képzeteket, tetszik érteni? Ez a megoldás. Erről szól majd a Szaturnusz mindjárt a maga idejébe. De egyelőre csak erről van szó, hogy a
Vénusznál kezdődik el az, annak a felismerése, tehát már azért a Holdnál is ott volt, ugye, mert az embert boldogítja az, hogyha mondjuk szépek a gyermekei, drágák a gyermekei, sikeresek, egészségesek, stb. De mostanában ezt elég nehéz elérni, mert ahogy neveljük őket, se ahogy kényeztetjük őket, se ahogy etetjük őket, abból minden lesz csak egészséges gyermek, nem? Csak azok ússzák meg, akik komolyan sportolnak, és akiknek nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a szülei az egészséges életmódra. Na, de hát persze a napnál is van boldogság abból, amikor az ember sajnos akkor is ez a probléma itt, amikor úgymond úgy képzeli el, hogy uralkodni tud mások fölött. Tehát az uralkodási ösztönnek a kielégítése, illetve a fölényérzet, az megtölti az ember gőggel, kevéséggel, nagyképűséggel, megképzeltséges, így tovább. Na most ez egy hamis boldogság. Ez nem fog sokáig tartani, mert ez nem engedi be az igazi, tehát az egyetemes léttudattal való kapcsolatot nem engedi. Tehát addig, amíg te egoista vagy, addig még beképzelt vagy, önző vagy, stb. Illetve állandóan, hogyha, de ezt nem kell, ez mondom, ez nem jelentkezik így hétköznapi gyakorlat élet szintjén mindenkinél, sőt, nagyon-nagyon ritkán jelentkezik. Egyesek utálják Orbán Viktort, mert állítólag, hogy nála ez egyértelműen ki van nyilvánítva, én nem hiszem. Nem is olyan a horoszkópja egyébként. De vannak, akik ezt meg tudják testesíteni, és cinikusak, és nagyképűek, és lekezelőek, és stb. Ő valamilyen védekezési forma miatt, vagy a Skorpió karmája miatt ezt felvette, de nála nem font föltétlenül. Gyurcsánynál már jobban jelentkezett, és Isten őrizés, de ő nem is lehetett annyit, úgymond miniszterelnök, ugye, mert nála itt nagy baj volt az öntudattal, személyiségtudattal, ami öntudattal, de azért még mindig manipulál, még mindig uralkodik, még mindig játszmázik, még mindig az ellenzéken belül való ő fonja a szálakat, és húz meg erezmeget játszik, és élvezi ezt a hatalmat. Na, csak mondom, hogy az emberek, tehát ezek úgysem fognak horoszkópot készíteni, de csak kirívó példáként említem őket. Itt arról van szó, hogy, és nem is azért, hogy kritizáljam, Isten őriz, hogy nekem valami bajom legyen bárkivel is ilyen szempontból, csak hogy ezek a felismerhető jegyek, és hogy ezt ismerjük fel magunkba. Mert én rengeteget felismertem magamba, holott nekem nincs is tűzkarma. De egy ilyen nagyon-nagyon áttételes, itt is egy kicsi, onnan is egy pici, a sok kicsi nagyra jár, és aztán észrevettem ezelőtt 2 év, hogy bizony bennem is van kevésség. És akkor az egy csomó mindenben megakadályozott, illetve észrevettem életem folyamán egy csomó mindent rosszul csináltam emiatt. Tetszik érteni? De erre való az asztrológia. Erre való, ott van a nagyszerű videó, amit feltettem most a Facebook oldalamra is, a Horváth Mónikával, nem tudom, hogy filozófus, metafizikus, micsoda, nagyszerű. Tehát az is van, úgy is van a valóság, ahogy ő mondja, de úgy is van, ahogy én tudom, tehát én nagy élvezettel hallgattam, most már 3. hallgattam végig az előadását, még akkor is, hogyha Horányi Ágnes nem nagyon szeretem, de dicsérem az eszét, hogy ezt az interjút elkészítette. A lényeg az az, hogy tehát a Vivatán Naturál televízióról van szó, ők készítették ezt a nagyszerű beszélgetést Mónikával. Az is van, tehát a Plutói, tehát a végső igazság az, amit Mónika mond. Tehát az nagyszerű. De ott nincs benne az, hogy a teremtésnek azt mondja, hogy nincs annak értelme, nincs célja, hanem önmagától van. Úgyis jó, hogy ő mondja. Én viszont azt a kép, hogy mondjam, asztrológusként most már akaratlan azt a nézetet kell képviseljem, de hát erről meg is vagyok győződve szentül, mert másképp nem beszfoglalkoznék vele, nem tanítanám, nem mondanám nektek. Hogy tehát igenis, karma oldási céllal jön az ember legalábbis a világra. Az lehet, hogy a lét egészes, a létnek a többi lényei mind úgy működnek, ahogy Mónika elmondja, de az emberben még van azért karma is, és az viszont már elmondtam, hogy micsoda és miért van, és hogyan van. Tehát az ember egy ilyen szükség, egy olyan lény, akinek van egy ilyen kényszerű szüksége, vagy egy ilyen kötelessége, vagy hogy mondjam, egy olyan smi benne, és az egész, hogy mondjam, az egész létkörnyezete olyan, hogy tőle elvárja, és őt erre ösztököl, és erre provokálja, hogy a karmát oldja. És hogyha nem, akkor kapja a negatív
mind durvább és mind durvább, és mind kegyetlenebb visszajelzéseket kap a környezetétől, minél inkább halad az időben, a korban előre. Ezért az öregek trotik, és már nagyjából, akik velem egy idősök már nem is nagyon vannak, férfiak legalábbis, azt hiszem, hogy egy ilyen átlagkorban vagyok én is benne, amikor már meghalnak, az átlagos férfi kornának a határán, vagy épp a csúcsán vagyok, nem tudom. Nők tovább élnek. A lényeg az az, hogy de hiába, mert úgyis csak betegesen, úgyis csak kifáradtan, úgyis csak energia nélkül, úgyis csak kiábrándultan, elfásultan, stb. És a legtöbbet már csak gyógyszerek, meg vitaminok, meg ezek tartják életbe. A lényeg tehát az, hogy ez nincs jól, és nincs helyesen így. Most nem kritizálok, és nem csúfolkodok, és nem csúfondároskodok, Isten őrizze. És nem intek le, és Isten őriz, hogy bennem ilyen oroszláni, vagy ilyen nyilasi, vagy ilyen kos, vagy mit tudom én, bak jellegű ilyen ambíciók léteznének, vagy akár tudattalan késztetések is. Hanem csak azt mondom, hogy nem szabadna normális élettel, Gongirának is van erről egy eszmefuttatása, egy nagyon, nagyon szenzációs videóban, amit az utóbbi időben készített egyébként a bécsi fogorvosnak, aki spirituális előadó most. Tehát, hogy nem, ha normális, egészséges életmódot folytatnánk, akkor nem kellene olyan hamar megöregedjünk, nem kellene trotyik legyünk, nem kellene így is, nem kellene úgy is, nem kellene ilyen hamar befejezni az életet, és nem kellene végelgyengülésbe eltávozni már 70 év tájékán, és így tovább. Na, tehát, akkor ezzel menjünk tovább, hogyha ezt megértettük, hogy miért mondom, és így kell ezt nézni, tehát, hogy nagyon pici árnyalataiba ott vannak bennünk ezek a negatív készletések, és azért mondjuk el, azért mondom el, hogy tessék észrevenni, és az ember magát szabadítsa fel, mert ez a nagy szabadság, mert annyi duma van erről a nagy szabadságról, erről a nagy megszabadulásról, hogy a megvilágosodás, az meghozza a pillanatnyi megvilágosodás, a nagy szabadságot, nem hozza meg, és nem pillanatnyi, hanem rengeteg megvilágosodásunkon megyünk keresztül. Ezt itt Monika rosszul tudja, hogy mondja, de attól szenzációs, amit mond, még mondom, rengeteg a megvilágosodás, és ahogy fedezzük fel szép apránként és lassanként a karmánkat, tehát hogy mi akadályozott meg abban, hogy teljes életet tudjak élni, hogy teljes mértékű és teljes kiteljesedésű és elégedett lehessek magammal, s az életemmel, s a sorsommal, s a gyermekeim, s mindenkivel. Tehát ezek a karmikus vonások azok, amelyek megakadályoztak, és lassan valamennyit csak fel tudunk oldani belőlük. Nem mondom, hogy teljeset, és maximálisan egy-egy buthák leszünk. Megköszönöm szépen, nekem az a buta, a Gautama, Szindárta boldogsága nem kell, ne haragudjon senki buddhista rám, és megint csak mondom, nem akarok senkit elítélni, lenézni, lekezelni, szó nincs ilyesmiről, de hogyha nincs szexuális élvezet az életben, és nincs szerelmi élvezet, és nem érzem a szerelmi boldogságot, stb., a szívembe, stb., hogy éreztem, hál' Istennek épp eleget az életem során, akkor úgy nincs nekem annak a boldogságnak, hogy meditáljunk reggeltől estig, és mondjuk a nagy bölcsességeket, mert tényleg nagyszerű bölcsességek, és a többi, amit Buddha tanít, de én valahogy nem tudom azt, hogy tudnám úgysem, hogyha újra kellene kezdenem az életemet, azt választani. És lám, Lár András is, ugye, aki buddhista volt és lett, de azért felesége volt, ez a harmadik, nagyszerű, csodálatosan szép, okos, értelmes felesége van, stb. Tehát ő is azért valahol kombinálta a világi léttel azért a buddhikus vagy buddhista meggyőződéseit. Nagyszerű, nagyon jó, nagyon szimpatikus számomra. Na, a lényeg itt az tehát, hogy menjünk át valahogy a Marshoz. A Mars tehát, ha négyes ház csúcsa val együtt áll, és akkor a többi lehetőséget most nem mondom el, ugye, hogy más aspektusban is megtalálhatjuk ugyanezt, amiről most beszélek, tehát más pozícióban, nem csak akkor, hogyha a 4-es ház csúcsában áll együtt a Mars. Például az én esetemben, akinek teljesen negatív a Mars, és ott van a Lilitemmel együtt, tehát persze ugyanaz. Tehát mi is energetikai szempontból, tehát életenergia szempontból valami nem azt jelenti, hogy
hogy gyenge az illető, hanem hogy a, és mindig erről van szó, hogy hogyan használjuk fel azt az erőt, öntudatlanul és önkéntelenül születéstől fogva, ez a karmánk, akkor van ez egy determináció, amit meg lehet haladni, és meg kell haladni, és át kell változtatni pozitív tulajdonságá. Tehát, hogy nem jól használom fel, öntudatlanul és akaratlanul is, ott belül, legbelül. Nem azt jelenti, hogy attól még nem lehet valaki jó karates, vagy jó boxoló, vagy jó mit a harcművész, vagy jó tábornok, vagy katona, vagy deszántos, vagy akármi, attól még lehet negatív a marsa, és egy nagyon-nagyon jó deszántos lehet attól, vagy éppenséggel mit a hadvezér, vagy ilyesmi. Hanem ő önmagába, ahogy megéli azt, például egy ilyen esettel aztán találkoztunk eleget, filmek és novellák és mindennek a témája, hogy a nagy kemény tábornok, aki még a királyon is olyan keményen tárgya, stb., de nincs mit csinálni, mert rá van utalva, ugye, de azért néha egy-egyet felakasztanak közülük belőle a királyok, hogyha nem ők a királyokat. Tehát, hogy a kislánya viszont elteszi láb alul, nem úgy értve, hogy meg is öli, hanem ő a kapitány a házban, nem a tábornok úr. Vagy nagy karatemestereket is láttam, akikre rászólt a kislányuk, és kész, el voltak némulva, és nem volt semmi tekintélyük előtte, vagy semmi, hogy mondjam, férfiasság, meg erő, meg stb. A nagy erő, amivel egyébként nem tudom, milyen nagy izompacsirtákat egy-két technikával tepertek, vagy leterítettek, bocsánat, ezt akartam mondani. Tehát valahol nem jól használom én ezt az életenergiámat. Erről van szó, nem azt jelenti, hogy túl agresszív vagyok, nem azt jelenti, hogy gyáva vagyok, nem azt jelenti, hogy macsó vagyok, bár ez is megjelenhet, hogyha még van egyéb tűz problémája, arra is utaló jel a horoszkópban. Értjük, vagy úgy volt nevelve. Attól még lehet macsó, lehet még durva, de legtöbb esetben gyáva. Legtöbb esetben alamuszi, legtöbb esetben van egy nagyon-nagyon komoly esetem, amikor az ember, akinek kos karmája van, kosban van a sárkány farka, amit a Mars ural, ugye, és a Mars is negatívan áll a horoszkópban Vénusszal együtt, annyira alamuszi, annyira aljas, sötét háttér dolgozó, úgymond, hogy ezt el nem lehet képzelni. De él, és van, és működik, és köszöni szépen, és közben elintéz egy-két embert, és egy-két dolgot, és egy-két ember egy-két sorsot úgy zátonyra futtat, de még él, és megvan, mint ahogy láttam egy előadást, én már nem tudom, hogy ki volt az illető, valami orvos, valami természetgyógyászoknak tartott előadást a pszichopatáról. Na most a pszichopatáról ő elmondta, hogy az nagyon csendes. Az nem harcol, az nem... Ő elintéztet, ő elintéző. Ő, ahogy az Omega 7 lemezen is van, hogy az időrabló, hogy ő az, aki elintézi, stb. Tehát ő az, aki háttérből manipulál, és hátba szúr, és hátba döf, és így tovább. Persze ehhez még kell más is a horoszkópban legyen, tehát Jupiter negatívon álljon, Neptunusz, illetve Plutó, Skorpió uralkodó bolygó, illetve Skorpió karmás kell legyen, stb. És akkor aztán pszichopata szépen kijön belőle. Nem kell látványosan agresszív legyen, és így tovább, de nagyon veszélyesek ezek az emberek, mindegy, hát tudjuk róluk. Nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehát rafinált bűnözők, és rafinált gyilkosok, és így tovább, és így tovább. Na, tehát nem azt mondom, hogy akinek a négyes ház csúcsán áll a Mars, az pszichopata föltétlenül, de vannak egy-egy olyan kis belső negatív késztetéseik, ugye, amelyek egy kicsit ahhoz hasonlítanak a pszichopatához, patának mit olyan gondolkozás módjához, illetve a viselkedés módjához, ahogy mondta ez a, mit tudom, professzor lehetett, azt hiszem, igen, valami egyetemi professzor, mint orvos, nagyon jó pofán kezdődött, ott kezdte az előadását, meg lehet úgy keresni, hogy valami oda ment az első sorban ülő közönséghez, azoknak kezdett égtelni, ordítani, és azt mondta, hogy az nem tudom melyik néger harci csoportnak a rituália, bemutatkozó rituália,
és hogy ezt, mit tudom én, kulturális előadásokon és politikai és diplomáciai fogadtatásokon előadják, stb. És akkor azt mondom, hogy nem ez a pszichopata. Na, tehát hogy meg lehet keresni ezt a... Én nem, végülis nem értettem azt teljesen azt, amit akart az az előadással, de annyit megértettem, hogy a pszichopata nem az, akinek úgy általában az emberek gondolják, hogy az, az milyen beszélesen ezért durva, vagy macsó, vagy kegyetlen, vagy... És így tovább. Na, tehát a nyers energiákkal, a nyers szubtilis, szellemi, spirituális energiákkal, amelyek aztán jelentkeznek életenergiák formájában is, ugye, mert nem hiába vashiányosak az ilyen mars problémás emberek, ugye, meg energiahiányosak, és így tovább, azokkal nem tud bánni. Na most ezeknek megint csak azért szoktam ajánlani a karatezást, vagy a bármi másfajta harcművészetek gyakorlását, és így tovább, és hiába mondják rájuk aztán az emberek, hogy ezek agresszívak, mert attól, hogy én, mindez a, ez az orvos professzor is, aki tartott ezeknek a természetgyógyászoknak, ez a nagyon jópofa és nagyon keményen illusztrált előadást, ugye a pszichopata mi volt ról, vagy annak az ismérveiről, és ott kemény neves kutatóknak a nevét sorolta fel, és az elméleteit tanította, hogy próbálta a természetgyógyász. Valahol végezett egy ilyen természetgyógyász, mit tudom én, csoport, egy, talán egy egyetemi csoport, ezt most már természet, már egyetemi szinten tanítják őket, ugye, és akkor egy végzős csapatnak, vagy osztálynak, vagy hogy lehet ezt mondani, tartotta ezt az előadását. Na, a lényeg az az, hogy ezekkel az energiákkal is, és ez most már megnézzük, hogy hol van az agresszió, és hol nincs az agresszió, és mi az agresszió, és mi nem az agresszió. Mint ahogy ez a professzor is mondta, ha valaki így felvállalja magát, és hangosan beszél és gesztikulál, nem biztos, hogy az agresszió. Rá mindenki azt mondja, hogy én agresszív vagyok. Érdekes módon azt hittem, hogy a Csíkszeredából eljövök, és... máshol leszek, és akkor felvilágosultabb emberek vannak, akkor másképp fognak kezelni, de minap hallottam meg, hogy bizonyos, mit tudom én, milyen intézményben úgy képzelik, hogy én nem tudom, milyen agresszor vagyok, és milyen bántalmazó személyiség, és így tovább. Na, de legyen így, a lényeg az az, hát mondjuk a Mars erre utalna, csak hogy pont arról van szó, hogy ne felejtsük el, ez a professzor megint azt mondta, hogy nőknek nagyobb többsége pszichopata például, mint férfiaknak. És ne felejtsük el, hogy verbális agresszió is van, és sokszor a verbális agresszió sokkal durvább és kegyetlenebb, mint a, mondjuk a testi agresszió. Persze az könnyebb felismerni, és könnyebb azt lefolytani, és ráfogni, és megbélyegezni, és elintézni, és elválasztani, és kiemelni, amikor testi agresszió megjelenik, de... Azt, annak senki nem néz soha általában utána, hogy a testi agressziót esetleg mi váltotta ki, nem véletlenül valami másfajta agresszió. Nagyon érdekes, hogy például néztem, volt időszak, vagy ezelőtt két egy csomó, rákaptam a narcisz, néztem ilyen videókat, és azt láttam, hogy a legtöbb esetben nő előadók beszélnek a narcizmusról, és legtöbb esetben nem is, hogy mondjam, ilyen példákat hoztak, női példát soha nem hoztak, csak férfi példát hoztak arra, hogy a férfi az aztán, aki narcisztikus, és valamilyen pszichopatával valahol találkozik és keveredik. Én nem, vagy nem ismerem, nem is akarok ebben különösebben belemenni, nekem elég a tűzkarma, és akkor tudom, hogy ott mi van. Na, a lényeg az az, tehát itt van az agresszió, a nem agresszió problémája, és ezek az emberek meg kell nézzék, hogy ők nem agresszívek esetleg, és ha nem azok így mondjuk hétköznapi megnyilvánulási szintjén, akkor mentális, illetve képzeleti szinten nem azok, mert az a veszélyes. És nem másokra nézve, nem saját magukra nézve. Mert amikor képzeleti agressziód van, akkor nyilvánvaló, hogy akkor legyengülsz, akkor vashiányod lesz, akkor energiahiányod lesz, nehezen tudsz lélegezni, mit tudom én mi, nem tudsz szaladni, bár szeretnél, nem tudsz szeretnél, mit tudom én. És, de ez meghaladható például szintén harcművészetek segítségével, de mással is biztos. Na, hát nem tudom, másnál még... kell-e mondanom egyebet, még egyet el fogok mondani, a Jupitert.
ami aztán sokkal bonyolultabb. Ő már mindazt tartalmazza, amit a Mars, mert tűzbolygó, de ő adja a választási lehetőséget. Az értéktudat, értékítéleti választási lehetőséget, ha oda kerül a négyes ház csúcsához, akkor mindegy, hogy negatív vagy pozitív, de, hogy mondjam, értékbizonytalanságot, értékízléstelenséget, fonákságot jelöl, tehát, hogy nem igazán értékeli az ember azt, ami igazán értékes, ténylegesen tudjuk mi az, ami igazán értékeles, az egyetlen nagy igazán értékes, a megváltás, megváltás logikája szerint élet, az egyetemes törvények logikája szerint élet. Tehát neki mindig kifogása van, mindig másképp, ő finnyás, ő kényes, neki olyanjai vannak, neki másképp, ugyanhogy az átlagnak jó, az neki soha nem jó, ő igényes, közben nem is igényességről van szó, hanem igazából finnyásságról mondom, ő neki vannak olyanjai, ő állandóan cikit mond mindenre, és így tovább, hogy ez ciki, ez milyen ciki, leint találkozik a mert kicsi napnak is mondják a Jupitert, a kisebbik napnak, tehát olyasmi is megjelenik, mint amit a napnál mondtam, tehát, hogy beképzelt lesz, arrogáns, kevés, és így tovább. Illetve saját magát értékeli alul, figyeljük, mert ezen szintén rengeteget találkozunk, ugye, mikor alá értékeli magát, bűnösnek, nyomorultnak, szerencsétlennek, stb. Retardáltnak nevező, láttam ilyen amerikai filmeket, hogy valaki azt mondja, hogy saját magáról egy szereplő, hogy retardált vagyok, és így tovább. Tehát akinek nincs jó véleménye önmagáról, de van, amikor ez bipoláris depresszióban jelentkezik, ugye akkor az egyik, amikor feldicséri magát, és felértékeli magát, és mindenek fölött van, akkor másik végletben, amikor jön a másik periódus, ugye, akkor meg alulértékeli magát, semminek tekinti magát, illetve még annak is, féregnek, stb. Na de az lényeg az, hogy itt mindig értékproblémák jelentkeznek, és akkor meg kell nézni, hogy mi az igaz érték, mint mondtam, mi az, és ahhoz kell tartania magát. És addig lesz baj, amíg elismeri magának, és beismeri, és felismeri, és persze nincs hibabelátási képessége, illetve túl nagy, és akkor... De ez is egyfajta védekezés, ez is egy sumákolás, hogy túl sok hibát veszek magamra, és túl elítélem magamat, tulajdonképpen ezzel mentem fel magamat az igazi felelősség alól, és így tovább. Tehát nagyon ez a májat támadja meg, általában máj problémák, szem problémákat jelez, csipő problémákat, és így tovább, mert a nyilasnak az uralkodó bolygója, ugye... És persze, hogy akinek rossz a kis csinapja, vagyis az értéktudat, miről van szó? Arról, hogy milyen értéket választok, és ez befolyásolja a többi bolygónak való, bolygó által megtestesített erőkkel való relációmat is, értjük? Tehát erről van szó, Jupiternél itt nem tudom most megnézni, hogy kicsit sötét is van már itt, bár nem látszik szerencsére a videón, a szobában, még... Ja igen, a gyanúsítgatás, az orrolás, a ráfogás, az igazságtalanság aztán ide tartozik, hogy hazudnak érem, ahogy mondtam, Gyurcsány reggel, délben is, este is, és ráhazudnak, és rágalmaznak embereket, és gyanúpa fogják, és aztán a másik majd mosakodjon. Persze az is valahol ki tudja, milyen árnyékénye van, vagy miért, hol. Magas vagy rejtett spirituális szintén így, mint a négyes háznak a csúcsán álló valami, ugye, valahol tényleg baj van vele, de nem akkora, mint amekkorát ez a... De ez válogatás nélkül, vagy éppenséggel, akivel a leginkább közelebb lenne, és a leginkább kellene jóba kerülnie, ugye, erre mondja ez a Mónika, hogy a szinkronicitás van, és tökéletesen működik az isteni rendszer, hogy akik legközelebb kellene álljanak hozzá, és a leginkább őt kellene szeressék, vagy akiket ő kellene szeressen, ezekkel veszik össze, és ezeket látja a legsúlyosabb bűnözőknek, és így tovább, deklarálja is, és így tovább. Tehát itt megint nagy baj van, és az ember, hogyha nem is csinálja ilyen keményen és durván ezt a dolgot, de benne ott van
a belső sumákolás, ugye, a belső önállítás, a hamisítás, az információ hamisítás mind ide tartozik, ugye, a média, akitten elintézte ezt az egész új világot, a mainstream média, hogy szokták mondani, és így tovább. A lényeg tehát az, hogy egy csomó ember ebben benne van. Egy csomó embernek nem olyan négyes ház csúcsán együtt áll a Jupiterje, hanem egy nagyon fontos bolygó. Tehát a négyes ház csúcsán van, vagy teljesen negatív a horoszkópban a Jupiterje, meg így tovább, vagy éppen ötös házban van, ugye, és elég, hogyha ott vagy az oroszlánban, ha egy-két negatív aspektusa van, az már felerősödik. És így tovább, a lényeg az az, hogy ezt kell jól megfigyeljük, és megnézzük a horoszkóba, hogy ott van-e, nincs-e ott, azért, hogy ne ámítsuk magunkat, mert az nem probléma, hogy mondja Nietzsche nyomán Hanvas, hogy mennyit hazudunk másoknak. Az a probléma, hogy magunknak hazudunk. Az a nagy probléma. És mielőtt átverni a másokat, vagy kezdeni hazudozni, vagy ilyesmi, magadat ezerszer, és nagyon mélyen, és sokkal durvábban, és sokkal fontosabb kérdésekbe átvered, és becsapod, és önállító vagy, és így tovább, és akkor csodálkozol, hogy nem működnek a dolgok, vagy hogy a kedvesed hazudozó lesz, vagy akár férfi, akár nő, és így tovább, vagy barátaid, vagy munkatársaid. És az egész világ végül is. Na, tehát itt most befejezném, és majd folytatom a Szaturnusszal. Minden jót nektek, sziasztok!